Jó estét kívánok, kedves nézőink! Füke Géza és Berkes Kálmán a vendégünk, Győri Filharmonikus Zenekar igazgatója, illetve művészeti vezetője. Boldog születésnapot, mert hogy 50 éves az együttes. Jó estét kívánok, és köszönjük szépen! A születésnap az, mondhatjuk azt, hogy múlt héten volt, ekkor ünnepelt az együttes egy kicsit bensőségesebben. Mi is történt múlt héten? Csütörtökön? Csütörtökön este találkoztunk az aktív, illetve nyugdíjas tagjainkkal a Rába étteremnek, a Rába hotelnek az éttermében, és ott egy ilyen bensőséges ünnepséget tartottunk, a hivatásossá válásnak a 50. évfordulóját ünnepeltük. Azért tartottuk fontosnak ezt a szűkkörű, már 140-en voltunk körülbelül, összejövetelt, mert ugye egy ilyen magunkfajta művészeti együttes, hogyha egy ilyen jubileumhoz elérkezik, akkor azt rendszerint úgy szokták megünnepelni, hogy fölmennek a színpadra, és akkor már megint dolgoznak, ugye? Mert hát ugye a színpadon a zenekar az mit csinál, túl azon, hogy a hivatását teljesíti, de hát dolgozik. Mi pedig egy olyan ünnepséget szeretnünk volna, ahol az ünnepelt az azon az estén csak azzal foglalkozik, hogy jól érzi magát, ráadásul a régi kollégáknak a bevonásával még meghittebbé tehetjük az együttlétet, úgyhogy ez történt múlt héten csütörtökön este, és nagyon örömünkre a nyugdíjasokon túl velünk voltak az együttesnek a korábbi karmesterei, igazgatói, művészvezetői, úgyhogy tényleg egy jól sikerült estéről beszélhetünk, ami aztán a Richter teremben folytatódott egy after party, nevezzük így. Örömzenélés volt? Hát örömzenélés volt, olyan értelemben, hogy két formáció, egyébként az együttes tagjaiból is részben alakult formáció, könnyűzenéről beszélünk, együttes szórakoztatta a társágot, először egy picit ilyen kávéházi hangulatot próbáltak varázsolni, a későbbiben pedig jött a tánczene, és a tánc is ott volt. Történeti, zenetörténeti áttekintést ugye nem tudunk tenni, mert akkor kevés lenne az adásidőnk, és rengeteg minden érdekesség lesz az ünnepi évvel kapcsolatban. Tehát nézzük azt, hogy talán 2008-ban alakult át egy kicsit az együttes, talán mondhatjuk azt, hogy generációváltás történt, és többek között akkor érkezett Berkes Kálmán is? 2009-ben, egy évvel később. Akkor kért fel Géza erre a pozícióra, amit hát megmondom őszintén, nagyon örömmel vállaltam el, és az elmúlt 9 év azt bizonyította, hogy ez az öröm nem pillanatnyi öröm volt, hanem hosszú távon való öröm. Persze nagyon sok gonddal és nagyon sok munkával jár mindkettőnk és mindannyiunk és a zenészek és a kollégánk Kösz Gábor részéről is, de azt kell, hogy mondjam, hogy amikor az ember egy olyan koncert után van, mint például legutóbb Mariborban, vagy akármelyik koncert, amikor nem én vezényelek, hanem kintről hallgatom a zenekart, és nagyszerűen játszott a zenekar, például most a Willis féle koncerten, akkor azt mondom, hogy hát a Gézának is szoktam mondani, hogy hát azért mégiscsak csináltunk itt valamit. Tehát egy olyan zenekart, ami most már nyugodtan kimerem mondani, hogy nemzetközi viszonylatban is a felső kategóriába tartozik. 2008-ban valami történt, megéreztétek, hogy frissíteni kell a dolgokat, itt értem a reklámot és az egész más jellegű felfogását az együttesnek, ami bejött. Végül is jó volt az előző kérdésben az a felvetés, hogy generációváltás, hiszen ha visszaszámolunk, és ugye 1968 hivatásossá válás, az nagyjából úgy történt egyébként, hogy az akkor végzős főiskolai évfolyamokból alakult az akkori Győri Filharmonikus Zenekarnak a gerince. És 2008-ban, amikor Baross Gábor igazgató úr, ugye közvetlen elődöm, elment nyugdíjba, ő is annak a generációnak volt tagja, tehát 68-ban, és nagyjából ugye a 40 éves munkával érkeztek el ehhez a korhoz, és ki előbb, ki később, egy ilyen természetes fluktuáción keresztül tulajdonképpen tartunk most ott, hogy egy az alapító tagok közben már nincsen senki a zenekar állományában, viszont a generációk megoszlása szerintem most ideális, mert vannak a tapasztaltabb kollégák, vannak középkor, aztán meg vannak a fiatalok, és nagyjából egyenlő arányban, tehát ez egy ilyen egészséges állapot ebben a pillanatban. És hát 2008-ban, amikor nekiálltunk ennek a 10 évnek, hogyha mondhatom így, ami mögöttünk van, akkor bizony az igazgatóváltás egyfajta szemléletváltással is járt együtt. Addig a Filharmónia volt a koncertszervező, ott nagyjából mi átvettük ezt a feladatot, és akkor új bérletstruktúrát, új közönségréteget akartunk megszületni. Tehát tényleg nagyon sok minden újdonság történt velünk, aminek ma már a győri közönség, hát hogy is mondjam, élvezheti az eredményét, és hát
tekintve, hogy még vannak terveink a zenekarnál, szeretnénk ezt a munkát folytatni, úgyhogy az az út, amire akkor léptünk, az reményeink szerint további sikerekkel lesz majd kikövezve. És ez szerencsére nem csak a győri közönség, mert hogyha megnézzük akár a heti programot, akkor Budapesten lépnek fel, de az M1-es tengelyén tulajdonképpen több városban is ott vannak a győri filharmonikusok. Hogy lehet művészeti vezetőként ennyi mindent összhangba hozni, plusz még Tokió, ami talán most már kiesett a körből? Igen, most már egy éve itthon vagyok, és a győri az otthonom, tehát a pesti lakásomban nagyon ritkán járok. Megmondom őszintén, nagyon jól érzem magam ebben a városban, és én úgy érzem, hogy itt is a városban is olyan változások történtek az elmúlt 10 év során főleg, hogy ez egy nagyon-nagyon jól élhető város. Sokkal jobban, mint más városok, például Budapest szerintem. De ne erről beszéljünk. Tulajdonképpen nagyon-nagyon sok a munkánk, igen, de azért ezek örömteli munkák. Tehát ezek például budapesti, ezen a héten is Budapesten lép fel a zenekar. Egy Richter János elnevezett budapesti bérlet első hangversenye lesz 9-én, előtte 8-án itt a Richter teremben. Két szuper énekessel és egy nagyszerű karmesterrel, Győri Iványi Rád György személyében, nekem Nidzai Operaház főzeneigazgató és operában abszolút specialista. Ez lesz az első hangverseny ebben a sorozatban, amely szintén Richter Jánosról van elnevezve, mint a hangversenyterem is, és az egyik bérletsorozatunk is. Én úgy gondolom, hogy az, hogy mi több városban is csinálunk bérletet, az a munkánkhoz hozzátartozik. Az, hogy a közeli helyeken úgy, mint viszonylag közeli helyeket mondok, ugye, tehát ugye Óváron természetes, Tatabányán természetes, Sopron az már kicsit távolabb van, de nagyon szívesen járunk oda is. És ugye Dunaszerdahely pedig ugye a magyar lakta területek, a határmenti magyar lakta terület, tehát oda is nagyon szívesen megyünk. És az, hogy Budapesten bemutatkozunk, azt Géza mindig szokta mondani, hogy tulajdonképpen aki nem jelenik meg Budapesten, azt nagyon nem értékelik. Tehát ezt én egyébként nem helyeslem, de úgy gondolom, hogy nagyon helyes az, hogy Budapesten is egy ilyen 4 hangversenyből álló sorozatot a jubileum keretében rendezünk. Ünnepi emlékév, jubileumi év, bárhogy hívjuk, ehhez még tartozik egy nagy ajándék, Modern Városok program. Tudom, hogy ezzel bombáznak, és konkrétumokat még nem tudunk mondani, de valami körvonalazódik. Új hangversenyterem, mikor és hogyan áll ez a projekt? Hát ugye itt a legfontosabb ebben az egész kérdésben az, hogy ez egy óriási ajándék. Tehát ennél szebb ajándékot egy 50 éves kulturális intézmény, mint hogy egy új hangversenyteremnek a víziója, nem is nagyon tudom elképzelni. Tehát mi nagyon nagy hálával tartozunk polgármester úrnak, illetve miniszterelnök úrnak, hogy a tavalyi megállapodásuk keretén belül ez a projekt bekerült a Modern Városok programjába. Egy rendkívül összetett feladatról van szó. Ha azt tesszük, Magyarországon ennek nincsen hagyománya és kultúrája ilyen épületeknek a megvalósítása. Tehát kettőt tudunk mondani, az egyik a MIPA, a másik pedig a Pécsi Kodály Központ, úgyhogy, és mind a kettő egyébként más épület, hogyha alaposan megvizsgáljuk. Egy Győr méretű városnak inkább a pécsi lehetőségekkel kell gondolkodni, amikor egy ilyen teremről beszélünk, bár mi egy picikét a kettőt szeretnénk ötvözni. A legfontosabb az, hogy első körben megfogalmazzuk közösen a városvezetéssel azokat a szakmai specifikációkat, amik végül is meghatározzák egyrészt azt, hogy hol legyen ennek a teremnek a helyszíne, másrészt az, hogy milyen, tehát ugye multifunkcionalitásról kell, hogy beszéljünk, hogy milyen más feladatokat lehet beintegrálni ebbe az épületben. Tehát úgy kell elképzelni, hogy a hangversenyterem az nem csak hangversenyeket fog szolgálni, hanem nagyon sokfajta más rendezvényt. Az én álmaimban az szerepel, és tényleg erről is nap mint nap beszélgetünk, hogy ez nem csak egy kulturális találkozóhely lesz, hanem egy társadalmi, gazdasági, edukációs találkozási pont a városnak, úgyhogy ez nem csak a mi otthonunk lesz, hanem Győrvárosnak. Reményem szerint Győrvárosnak lesz egy új közösségi tere. A zenekar szempontjából melyek az idei év legfontosabb kihívásai? Esetleges világkörüli turné várható-e, vagy most leginkább ez az 50-es év, amire koncentrálnak? Hát ugye kezdtünk egy szuperprodukcióval a Carmennel, ugye az Audi Sport Arénában,
ami nagyon jól sikerült, egy kiváló karmesterrel, nagyon jó énekesekkel és szép nagy számú közönséggel. Zeneileg az előadást én kifogástalannak tartottam, és nagyon élveztem saját magam is. Ezen kívül ugye az említett négy hangverseny Budapesten a Zeneakadémián, ami a jubileumi keretben van, ebben világsztárokkal lép fel a Győri Filharmonikus Zenekar, úgy, mint Szara Csánggal, a világhírű egedűművésszel, Szergej Nakarjakovval és Dimitri Maszlejevvel. Maszlejevről annyit kell tudni, mi hozzuk először Magyarországra, és ő a 2015-ös Csajkovszkij zongoraverseny első díjazottja. Most a zongoraversenyek történetében a legnagyobb zongoraverseny az a Csajkovszkij, a moszkvai. Szergej Nakarjakov, nem kell bemutatni őt, a Virtuózok című programból a televízió nézők is jól ismerhetik, hiszen a gálán ő volt a sztár vendég. És Szara Csángról pedig hát azt tudom mondani, hogy Krémerrel és Pörmannal együtt a három legnagyobb hegedűs között emlegetik, ha nem a legnagyobb. Ezek a programok mind nagy kihívások, de nem csak ezek, hiszen a közben lévő koncertek is, például október 25-én, ha jól tudom, akkor van a MIPA-ban egy felkérés, szintén a zenekart ünnepli a MIPA, ahol Ránki Dezsővel Lisztet játszunk, és az első hétben Liszt program lesz, és a másikban pedig, ha jól emlékszem, Wagner. És akkor lesz meg az 50-es koncert, ami a nagy közönségnek, igaz? Így van. Az november. Ugye most a Kálmán szerényen elhallgatta azt, hogy a zenekar egy fantasztikus meghívást kapott Európa egyik legrégebbi és legtradicionálisabb művészeti fesztiváljára, Hamburgba, a Schleswig-Holstein Fesztiválra, ahol is a világ legújabb és legmodernebb hangverseny termében, az Elbphilharmonie-ban léphetünk föl. Ez a terem, ugye előbb már hangversenyteremről beszéltünk, akkor ez a világ egyik csodája, legalábbis ebben a műfajban mindenképpen. 250 milliárd forint volt azt mondom, a bekerülési költsége, 8 éven keresztül építették. Előre 2 évre nem lehet egyet kapni a házba, 2 évre. Úgyhogy viccesen úgy szoktuk mondani, hogy akkor mi a színpad felől közelítünk. Ez egy óriási megtiszteltetés. Nyilvánvalóan nem csak ez az egy koncert lesz ebben a fesztiválban, hanem lesz egy másik is, szintén ott fönt Észak-Németországban. De Salzburgi fesztivál előestén is fogunk majd játszani, szintén a nyáron, és akkor, hogyha visszatérünk szerkesztő úrnak a felvetésére, igen, lesz egy olyan 50 éves koncertünk is Győrben, november 14-én, az Olimpiai Sportparkban, ahol a győri közönséggel együtt szeretnénk egy gálaműsor keretén belül megünnepelni ezt a jeles évfordulót, a Győri Filharmonikus Zenekar hivatásossá válásának 50. évfordulóját. Egyébként ott lesz sok-sok meglepetés, meg lesz más világhírű együttes, aki szintén 50 éves, hogyha valamit mond a tévénézőknek, akkor biztosan fogják tudni. A King Singers ének együttes szintén 50 éves, és velünk fog ünnepelni ezen a napon. Rengeteg program, szebbnél szebb koncertek. Uraim, még egyszer boldog születésnapot kívánok, és sok energiát ehhez az évhez, mert eléggé azt gondolom, hogy szükség lesz az energiára. Köszönjük szépen a meghívást. Köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk. Kedves nézőink, konkrét természetesen lesz pénteken, akkor is várjuk Önöket. Viszontlátásra. A műsorvezető ruházatát a Carlo Benetti és a világmárkákat is forgalmazó Griff Collection üzlethálózat biztosította.